Micsoda? Na, az egy olyan kocsi volt, ha jól láttam, amit az előbb ment el mellettünk kocsi, az egy Lambó volt, méghozzá egy régebbi típusú, amit nekem tegnap mutattatok, hogy olyan volt a Vice City-be is, hogyha minden igaz, hogyha ha jól láttam. Hát azt hiszem azt a valamelyik Diablót mutattátok. Utazunk egyet, és akkor megnézzük, hogy melyik lehetett az. A játék online-ját javították az utóbbi update-tel, csak a voice chat-et kikapcsolták. Na nézzük. Lambó, merre vagy? Na, itt lesz valahol. Aha, ez az. Ez az, ami elvileg a Vice City-be is benne van. Ez a... Kuntás. Ez lesz az. Igaz? Ja. Kuntás, csupán 220 000 pénz. Akarok én ilyet? Akarok én kuntást? Majd nyitunk, majd szerzünk valahonnan. Meg lehet nézni. Hát ez pedig annak tűnik. Na, várjatok. Ez az, nem, srácok? Mondjuk ne zöldbe mutassam el nektek. Ez az kell, hogy legyen. Tök király. Tök jól néz ki, basszus. Tök jól néz ki. Nekem több baj van a single résszel és a csaló AI-jal, a multiban meg a rendes rendet hiányolom. Hát szerintem olyan nem is lesz a játékban. Ilyen rendszerű. Az szerintem annyira nem illik a Forza casual-ségéhez. Jézusom, mennyire jól néz ki, ahogy esik az eső. Na bocsánat, hogyha esetleg szédülést okoztam. Na nézzük. Legutóbb belekezdtem, srácok. Ezekbe a vocsós küldetésekbe, amikor egy bogárral kell játszani. Úgyhogy most ezeket akarom teljesíteni. Baja! Bajába fogunk menni. Szevasz, Doki. Szia, Marci. Üdv mindenkinek. Az előző részben volt itt nagy hiányom, mert különben nagyon durván tudok alázni a múltra húzott. Ja, aha. Hát igen, az durva volt megtapasztalni, hogy hogy készülnek az emberek egyes multikörökre. Vagy majdnem ugyanaz az autó, csak éppen kicentízzel, hogy a minőségnél ne menjen tovább. Ja, amikor nyomtuk a PvP-t, a zombisok koronás mókát, ezt nagyon élveztem. Kár, hogy kilépkednek az emberek, és egy idő után élvezhetetlen lesz a dolog, hogyha kilépnek. Mert akkor végig kell játszani, és a játék nem mondja azt, hogy jó, látom, 5v2 van, legyen vége. Mit tudom én, a harmadik körnél az ötből, de még úgyis végig kell játszanod, hogyha akarsz egyáltalán valami jutalmat. Szia, Frenyom Butha! Szevasztok, srácok! Na, megyünk fel, srácok! Kis korvettünkkel!
remélem nem túlságosan hangos a muzsika, hogyha az lenne, akkor nyugodtan szóljatok, srácok, és lejjebb húzom. Azt nézem, hogy oda fel tudnék-e menni úgy, hogy csak így nyomom az előrét. Köszi szépen egyébként, hogy szólt Angeri Lee, javítottam itt Twitch-en a leírásomat. Javítottam a helyes írási hibát. Most már csak Facebookon kéne meg, ahol még használom ezt a szöveget. Nem hangos? Opsa. Köszi, Jerry Lee. Na. Vocho Horizon Story. Ezek szerint mindegy, hogy hova jövünk, mert el tudjuk indítani bármelyik küldit. Két részből áll, és a hetediket még nem érem el. Legyen ez a Vocho villanása. Alejandra látni akarja, mire képes a Vocho a dzsungelbe található régi repülőtér környékén. Ki tudod mondani, hogy La Gincana? Nézzük. Ja, ne viccelj, Jerry Lee. Köszi szépen, hogy szóltál. Azt hiszem másfél éve használom ezt a szöveget. Vagy már kettő. Azt hiszem most kettő éve. És te vagy az első, aki szóltál, hogy amúgy helyes írási hiba van a leírásomban. Köszi szépen. It looks great. Can I? You bet. This is a great area for some gymkhana. Gymkhana. Show me what you and the Vocho can do. Jól néz ki. Right, Anali. I've started the timer. Let's do this. Ebben az esti időben olyan nem is látszódik, hogy merre kéne menni. Van valami checkpoint amúgy? Egy jó ugratás. Köszi szépen. Pont időbe szóltál. When I was working on it, I found some mounting bolts up on the chassis. I think he was messing with the ride height somehow. Bácska, rohadtul ne gyere ide. But he was way ahead of his time with his car. Te nagy versenyzésekben vagyok. Oké, szerintem meg lesz a három csillag. Benéztem, srácok. Fantasztikus vezetés, azt mondja, hát köszönöm szépen. Igen, így repül az autó, és közben szól, hogy amúgy rámpa van előttem. Egy kicsit lemaradt a csajszi. Kicsit lemaradt az infókkal. Ott is van, ez király volt. Az a jó ebben a játékban, hogy mindenért megdicsér téged. Még hogyha béna vagy, akkor is. Ezeket a vocsos kívásokat hívom designbeli kudarcnak. Na, hogy gárdrob. Jó ét, Lida, köszi szépen, hogy itt voltál. Na, ott van még nekünk kettő ilyen vocsos. Meet me in the Baja. This Vocho eats up cross country like my tío eats tamales. Az egészen egy darab checkpoint van, és bármikor levághatod az utat. Komolyan? Nem tudom, így... Nem tudom, hogy alapvetően ez a fejezet, vagy ez a küldi, amit most csináltunk, hogy ez
este játszódik-e mindenféleképp, vagy nem este, nem csak este. De egy este nem nagyon lehetett látni, hogy most akkor merre kéne menni, nem nagyon látszódott a pályának a széle. És még a kis segédvonalak se igazán segítettek, tehát végig a térképet kellett nézni, hogy merre kell amúgy menni. De igen, hogyha tényleg egy checkpoint van az egészen, hát akkor úgy ott tényleg nincs kihívás. Számomra pedig ezek a sztorik azok, amik így a legérdekesebbek. Jó látni egyébként, hogy van élet itt az online-ban. Nem tudom, hogy valahogy gyorsabban oda lehet-e jutni a hegyhez. De hát ez a 8 km az gyorsan elrepül. Hogy tetszik a játék? Nekem nagyon bejön. Nekem nagyon bejön a Forza. Az új Forza. Egyetlen egy dolog zavar, az az, hogy nem tudtam, amikor próbáltam, nem tudtam jól online-t játszani. Nem működtek jól a szerverek. Illetve nem kezdtek azzal semmit, hogy az emberek ha kilépnek a meccsekről, PvP meccsekről, csapat versus csapatos meccsekről, akkor így simán kialakulhat egy 5v1 már akár a második kör végén, vagy a harmadik körben. És aki egyedül van, az se élvezi, akik meg öten vannak, azok se élvezik igazán, mert hogy egyik félnél sincs úgymond kihívás. Az egyiknél nincs kihívás, a másiknél meg ott a szenvedés. És ez egy olyan mód, ez a playground, ezt úgy hívják, hogy ez nem a Forza 5-tel debütált, tehát hogy ez már volt korábban is, és hogy korábban erre nem született amúgy megoldás? Vagy akik csapatából kiléptek, azok így jártak? Az 5v1-re tudtommal az volt a reakciójuk, hogy az ember hiányos csapat kap pénzbeli kompenzációt. Igen, meg mellé agyérgörcsöt, mert hogy ki az a hülye, aki egy 5v1-et végigjátszik? Tehát, hogy az 5v1 szituáció, hogyha a harmadik körbe kialakul, akkor még két meccset kell végigjátszania úgy, hogy ez a két meccs az lehet, hogy 2x5 perc. 10 percet minek akarsz úgy játszani, hogy kapsz egy kis pénzbeli kompenzációt? Az eliminátort kipróbáltam, nekem amikor próbáltam, akkor vágos volt, és nem látszódott senki. Tehát, hogy nem tudtam senkit se eliminálni, de a kocsikat fel tudtam válni. Úgyhogy nekem úgy ért véget az első eliminátorom, hogy amikor megvolt a végső szűkülés, akkor utána sprintelni kellett egy pontba, és nem láttam senkit. Szóval majd már lehet újra próbálom, de nem volt jó élmény az első eliminátorozás. Előtte a Forza 4-be próbáltam, meg nem talált meccset. Másnál is ez volt, hogy próbált eliminátorozni, de nem látott senkit. Reméljük, hogy ezt már javították, mert Gardrob azt mondta, hogy volt update az online-nal kapcsolatban. Na. Alejandra a védőlemezen lévő karcolásokkal foglalatoskodik, ami csak jó jel lehet. Na nézzük. Some more modifications. I've tried to get it as close as possible to help Papa Fernando and a rally team would have helped. Ez mindig szerintetek a Vocho lehet? What's the problem? Jól átalakítottam. A little modern technology if it made the Vocho go faster? Just kidding. And hang on. Ez még szerintetek mindig egy bogár? Amúgy annak tűnik. Rowdy set. I'll call out waypoints as we go. Are you ready for a time trial? I'm ready for anything in this. Nice life. Turn around when it is safe to do so.
Mi a fene? Hey, watch the bodywork. I just feel that. A Swogger csak átalakította mindenen átcsapatos gépre. Akkor nem megyünk az úton. Hoppá. Gondolom, itt az a feladat, tehát a három csillagot úgy lehet megszerezni, hogyha mindenen átmész, nem az utat követed. Ez a homokos rész mennyire jó, mennyire jól néz ki. Ahogy csillog egyébként. A sivatag. Már ha ezt lehet annak mondani. Erre abban van-e crossplay? PC-seknek és stádiásoknak van. Ez a végső úti cél. Van még 35 másodpercem odaérni. Három csillagért. Szerintem jó úton haladunk. Hogy ez gyorsan meglegyen. Pepe from Sun City. Köszi szépen a 100-as bitet. Köszi szépen a támogatásodat. And across the finish line. Nice drive, my friend. I couldn't find a driver named Fernando Torres in the records for the Baja 500 or the Baja 1000. But that doesn't mean he didn't enter. What about the Dakar? Africa is a long way for a little bocho. Maybe that was just a story he told to Uncle Oscar and the other kids in the family. I know I would have sat and listened to him for hours. Official or not, he must have been quite a racer. Sí, he was. Vamos. Ezek szerint nem talált semmi ilyen feljegyzést a felmenőjéről, hogy ő hol versenyzett volna ezzel a kis bogárral. Frissítés óta azt leszámítva, hogy nincs falset, megszűntek a szerver problémák, nem volt egy diszkonektem sem múltiból. Kiszedték a legtöbb pénzes glitchet, meg mi egyébben. Tök jó. Ezt jól hallani, hogy így az elején mennyit foglalkoznak a játékkal. Ez egy pozitív dolog. Sebes bogár. I'm setting up the speed course now. Wait till you see this. Menjek inkább a jobb sarokba? Hey, azt hiszem okkal jöttem ide bal felülre, mert azt hiszem, amikor PvP-szünk, akkor meg jobb oldalt akartam ki a dolgokat, de most megnézzük majd, jó? Megnézzük, hogy mennyire vagyok jó helyen itt jobb oldalt. Most úgyse akarok PvP-zni, szóval szerintem jó leszek itt jobb felül. Köszi, hogy szóltál, Joker. Feloldottuk egyébként a következő Horizon kalandot, de most ezzel nem akarok foglalkozni. Én ezt a vocsós, bogaras küldit akarom csinálni. Annyira szép ez a korvát. Ja, azt mutattam már, srácok. Lehet, hogy nem láttátok. De legutóbb mondtátok, hogy nyitottam egy 18,5 milliót érő Ferrarit. Így 23-as, 22-es szinten. És az ez egyébként. És valószínűleg amúgy eladjuk. A legdurább az, hogy a Playground az egyetlen felesző csapat, amelyik ért ahhoz, hogy miként kell normális lájszerviz csinálni. Amolyan? Nyugodtan, ilyen nyugodtan. Szóval ez egy 18 milliót érő kocsi. És csak úgy lépem a szinteket. Pörgessünk egyet.
Ó, és még tudunk négy másikat pörgetni. 125 ezer Cristiano Ronaldo. Én akarok még egyet pörgetni. Na, ez 25 ezer. Na most ott volt valami lila kocsi. Jaj, de miért pénz? Hát mit csináljak a pénzzel? Valami ritka autót szeretni. Ritka autó. Jaj, de miért egy kék Dodge-ot? Egy lilát, vagy egy sárgát. Iskolai csengő duda. Valami milliós kocsit legalább. Játék. Valami milliós kocsit. Nem ezt beszéltük meg. 1 millió felett már lehet elég menő dolgokat kapni az aukciós házba. Szerintem az lesz amúgy, hogy lepasszoljuk ezt a Ferrarit, azt tudunk venni menő dolgokat belőle. Vagy legalábbis pimpelni a jelenlegi kocsikat. Én a szintjeim 70%-át táblával szereztem. Komolyan Glorious, akkor jól bejártad a pályát. Nem mondjuk meg is értelek, mert nagyon jól néz ki egyébként a borzöldnek a pályája. Ott megy egy kocka. Egy homályos kocka. De fura volt. A Vocsó tud repülni. Alandra az L-autó NL Technóról beszélt. Az valami autók a tetőkön. Ígéretes. Ja, egyébként továbbra is lehet csatlakozni a klubba. Azt hiszem úgy hívják. Hey there, ready szóval... Nyugodtan küldjetek invite requestet, és én pedig akkor majd meginvite-ollak a klubbomba titeket. Az, ha van rá igény. Majd megnézem amúgy, hogy mi ez pontosan, mert lehet, hogy nem klub. De klub. Itt a klub. Szia, Enger Monik! Mondom a taktikát, jobb láb a gázon, bal láb a jobb lábon. Mi az új Sanger Monik? Itt mindenki megskacok. Ez gond, ezt újra kezdjük, mit szóltak? Itt kellene a sebesség. Olvasd fel, itt van, nem tudom milyen ruhát látsz a karakteremen, de szerintem rosszul látod. Semmiféle ceruza ruha nincs rajta. Az nem az én karakterem, az valaki másé. Meg amúgy ezt stílusnak nevezik. Jók vagyunk? Fantastic! Wow! You okay? Yeah, actually. I kind of want to go again. Oh well, another time though. Papa Fernando was a daredevil. De veras. He definitely got into some trouble in his day. And the watcher wasn't inocente either. He was just testing his capabilities, Ale. You can understand that. You know, you're right. This is what good mechanicos do. I'm headed back to the garage. Speak soon. Csak 2 csillag. Menj, 166-ot kellett volna ugrani. Meg felkereste az összes elrejtett garást, instant 20 szint. Komolyan, Donald? Wow, ez jó info, köszi. Minden oké, a betegségből kilábalva újult figyelemmel jelentkezem. Na. Örülök, hogy sikerült kigyógyulni. Enger Monik, szuperság.
speed trap here. I bet it's never seen a vocho like ours. A Landrának szüksége van valakire, aki hajlandó a vocsóval a lehető leggyorsabban elhajtani. A sebességmérő kamera előtt 306 km per órával kéne menni. Ám legyen. Kanyart jobbról egyenesítve kell a három csillaghoz. Hát én ezekben nem vagyok jó. Ezekben a trükkökben én nem vagyok jó. De ja, hát az érezhető volt, hogy én nem jól vettem be azt a kanyart. A végső kanyart azt nem vettem be jól. Lesz valahol majd egy XP-s tábla. Ah, itt van. Viszeld Anger Monik, ezt csak neked mondom. Mások nem tudhatják. Lehet, hogy lesz valami legós meglepetés év végére. És nem csak annyi, amit már eddig szivárogtattunk. Ha összejönnek a dolgok. Oké, még másfél kilométer. Szia, Vili! Jézus, Vili! Beta Head Horse. Taki, hát mi ez a név? Még egy XP-s tábla. Szokásos agymenés. És mi ez a beta? Ez mit jelent? Én is, Anger Monik, én is. Elvileg ez lesz, srácok, az utolsó vocsós Horizon story. Nem. Ja, hogy ez amúgy nem 7 kaland, hanem 13. Akkor is én csinálom. Kanyargép, vocsó turbó. Most én ezt akarom. Aztán majd kanyargépezünk is, persze. Take a look at this. I like it. I don't understand it, but I like it. Get in and I'll explain. Hogy néz ki? Whoa! This thing can really move. Right? I've got a route laying for you. Go for it. Hát ez aztán tud gyorsulni. Háromszáz ízzel megyünk. Ez 18. That was fantastic. This thing is fast. It's really special, right? Just wait till you see what Papa Fernando did with it next. Jesus. És megvan a három csillag. Super. Minden szuperságos, ma csak beköszönök, mert játszjon az új farming szimulátorral, ami, hogyha minden igaz, tegnap jelent meg, Vili.
Figyeltem, mert elgondolkodtam azon, hogy majd én is kipróbálom, de aztán végül is úgy döntöttem, hogy hát majd lehet, hogy máskor. Na, jó szórakozást hozzá, Billy. Aztán majd mesélj, hogy tetszik. Ja, tegnap jelent meg az új farming szimulátor. It's me again. You think you can get a bocha sideways? I've been playing around with the wheel angle. Meet me here if you want to get your drift on. I've also got an idea for an assault course. Let's meet here if you want to try that. Van-e valami vocsó sztoró vagy sztori? Itt, ahogy látom, nincsen. Szóval ezt fogjuk. Trükkcsó! Alejandra tudja, hogy a driftelés nem való mindenkinek, ezért lerakott néhány rámpát és bóját a technikai vezetéshez. Trükkcsó. Azt mondja, hogy szerintem tetszeni fog nekem. Hát szerintem rosszul ismer. Azzal, hogy nekem tetszeni fog a driftelés. 27-es szint. Srácok, nagyon jól haladunk egyébként a sztorikkal. Jól haladunk a sztorikkal, és ezek meg jól adják a szinteket. Adhatott volna olyan legendás dudát is. Vagy eposzi utcazenét. De jó kocsik, de jó. Szia, Sophie, szép öregelt. Hello, Girosz, jó sánskacok, hogy vagytok? Our modest fellowship expands. Praise the sub. Praise the sub, Billy. Hát nagyon szépen köszönöm a 142. feliratkozás ajándékozásodat. Köszi szépen, hogy ezzel Dakinek az 5. hónapját tetted lehetővé. Köszi szépen, szia Gyófcsi. Szevasztok, srácok. Elegjenek nyugodtan a szvegek, mind Willynek, mind Dakinak egyaránt. Hát igen, ez már majdnem egy újabb fél év. Szevasz Nilufer, mi újság? Köszi, jól lehet, én vagyok már az egyetlen, de még mindig nyugodt. Na, hát legalább neked nagyon bejött, Girosz. Legalább neked nagyon bejött. Az a lényeg. Az a lényeg, hogy neked bejött. Nekem így az MMO-k közül az a Lost Ark, azzal játszottam nemrég, igaz? Most puskázni fogok. Azt hiszem amúgy, hogy Lost Ark-nak hívják. Ez az, ami így bejött. Igen, Lost Ark. Nekem az így nagyon bejött a bétája alatt. Sziasztok, Kika! Minden szuper? Na, ennek örülök, Diluper. Itt is szerencsére. Bár ma kaptam egy olyan hírt, hogy úgy néz ki, hogy véglegesen megvonták a Discord partneri rangomat, meg a szervernek a partnerségét, mert nem nagyon volt használva a Discord. Noha egyébként elsők között volt Discord szerverem a magyarok közül, még 2015 végén regisztráltam be az accountomat, meg akkor csináltam meg a szervert, és 17 júniusa óta vagyok Discord partner, és úgy néz ki, hogy ennyi volt ez a kaland. Küldözgettek néha e-mails, hogy majd meg fog szűnni a partnerség, de erre mindig azt írták, hogy ja, hát amúgy már nagyon régóta vagy partner, úgyhogy ez rá nem vonatkozik, de most úgy néz ki, hogy vége. Úgyhogy tudjátok, hogy milyen kalandjai vannak a supportokkal, hogy sose sikerül semmit megoldani se a Ubisoftnál, se a Twitchnél. Úgyhogy hát, írhatok a Discordosoknak is, hogy most akkor ez most mi? De nagy valószínűséggel felesleges ezzel foglalkozni, és tényleg vége a Discord partnerségnek.
vagy lehet, hogy sikerül rávennem titeket, hogy használjátok jobban a szervert, nem tudom. És akkor újra lesz partneri rang. Hát ez egyébként olyan, mint hogyha, mit tudom én. Annó ugye 250 nézőre lehetett megkapni a Twitch partnerséget, előtte meg 500 volt, és a 250 se volt annyira hivatalos. Azt olyan lenne, mint hogyha, ha most valaki nem érnél a 250-et, akkor azt mondaná a Twitch, mit tudom, egy éven keresztül nem érjél a 250-et, hogy hát, akkor köszönjük szépen még a partnerségnek. És így, értitek, nem fura. Jár előnye a partneri rang rengeteggel. Rengeteggel. Orti, jobbulást. I've done a bit of work on this. I think it's gonna be pretty quick. It looks quick. And there's a speed camera just up the road. Mikor fogunk driftálni? Like maradj 144,84 km per óra felett. Oké. Okay. Hát, amúgy egyenesen kell menni, nem? When I was cleaning out the engine, I found scoring around the air filters. My papa Fernando had been widening them to improve the aspiration. Na basszus, valami felújítás van. Yup, like it? This is utterly wild. That's it, brilliant. You okay? Tényleg itt fura, hogy nincsenek checkpointok. I love this car. You better go back and find them then. I'll call you soon. Hát ez tényleg nagyon fura, hogy itt nincsenek checkpointok. Jó. Ne így neki. Te 5 csillagos vagy. Ó, köszönöm szépen, Nippelight. Köszi szépen. Egyébként itt van, hogy milyen előnyökkel jár a Discord partnerség. Oda letettem a chatben. Na. Oké. És akkor még ilyen vocsós kaland kell nekünk. Ja, igen. Pont nem a driftesbe kezdtem bele. Pedig az jött volna. Ezeken a történeteken olyan nem csal, sokszor nem lehetne meg a három csillag, ezért nincsenek. Hát akkor nem úgy kellett volna megcsinálni, hogy raknak le checkpointokat és olyanra csinálják a három csillagot, hogy ne kelljen átvágni mindenem, mert hogy így szerintem ennek nem sok értelme van. Frankie, szerintem. De persze én ezt úgy mondom, hogy amúgy nem vagyok nagy forzás. Ad egyébként valamit az, hogy három csillagra csináljuk meg, és nem egyre? Tehát, hogy több XP-t kapok? Vagy valamivel jár az, hogy több csillagot szedek össze? Szávasz, G! Ez a Corvette még mindig csodás. A végén ad plusz pontot a ranglistára. Ja. És a ranglista az jó? Több akkor ér XP jár érte. Aha. Ha egy nagy eseményen belül mindenki sebent három csillagosra csinálsz, akkor ja. Aha. Köszi szépen, Chester. Meg köszi szépen, Vizipok. Most látom, milyen neved van. Így ránéztem először, és mondom,
H2O ipók, mondom, ez nem lehet. De megvan közben, hogy... Mire gondoltál? Szerintem gond van. The next Horizon arcade event will begin any minute now. Nem akarunk árkádozni, köszönöm szépen. Na és oda akarunk menni, oké, okay, maradt a jelölés. Nem látta senki? Jó. Akkor jó. Üdv mindenkinek, srácok, sziasztok, sziasztok. Nem tudom, meddig jutunk itt a bocsós kalandokba. A menő kis bogarunkkal. De arra gondoltam, hogy, hogy még így a Vice City-zés előtt jó lenne ezt megcsinálni. Hogy hívnak? Hát nézd meg a csatorna a nevét, ahova jöttél. Bendy. Az előbbi jelenet pedig kísértetesen hasonló macskafogók jelenetére. Nyomj meg a piros gombot és nyugodjon békében. Jaj, az vicces volt. Ha Forza Horizon 5 olyan jó lesz, vajon lesz Forza Horizon 5-2? Hú, ez most nincs meg, hogy lesz a második rész? Hogy hívnak Gyurinak? Az te vagy, George, nem? Most lerántom a lepret a titokról, Kovács Jánter. Igen, ez van az anyakönyvemben is. Ja, tényleg, George, lehet amúgy, hogy tőled keresztem. Mondjuk azt nem írta oda a Bendy, hogy kire gondolsz, szóval lehet, hogy tőled keresztem. A modest fellowship expands. Praise the sub. Praise the sub, Billy. Hát, köszönöm szépen ismételten a támogatásodat. Köszi szépen, hogy George-nak a 49. hónapját lehetővé tettem. George meg 49 lett. Hát ez elképesztő. Nem lakatos ilyen ter, Sestercius. Az egy alter egum csak. Téged Kovács Miklósnak hívnak? Szofi, mindig is gondoltam, hogy ez a női név, ez valami álca, és valójában egy korosodó, szemüveges, patanásos informatikus lehet. Mint egyébként mindenki az interneten. Na, drift csó, trükk csó, és még van három zárolt. Na, ez a drift csó lesz szerintem a legviccesebb, mert hogy én nem tudok driftelni. De azt mondtátok, csak ki kell kapcsolni a T akármi itt. Hey, Ali. Hey, Bocho? I only changed the wheel angle and suspension a little. Okay, I changed the suspension a lot. I can't wait to try it. Na, tehát azt mondtátok, ki kell kapcsolni a TCR-t. Na. Most előveszem nektek az internetet, és megnézzük, hogy mit mond Forza Horizon 5 TCR. Na. Speedometer. Mit csinál egy traction control? Elvileg ez az. És hogy lehet kikapcsolni? Vagy lehet bekapcsolni?
Azt mondtátok, ezt kikapcsoljuk, akkor úgy fogok driftelni, mint még soha. Na, tehát oda megyünk, hogy beállítások, igen, tehát ez a Forza 4-be a beállítások volt, itt pedig ott van. Igen. Beállítások, nagyon jó, mutasd tovább. Hát, gondolom én, hogy nem. Itt. Nehézség? Kipörgésgátló. Elvileg a nehézségi beállításoknál. Oké. Akkor azt gondolom nem itt lesz. A legelsőnél? Szevasz, Gabcsi. Akkor nem jó helyen keresem, mi? Valószínűleg nem jó helyen keresem. Hát itt úgy néz ki, hogy ilyen nincsen. Küldetés közben nem lehet már állítani. Oké. Okay. Akkor kilépés. Time to drift como los bochos. Na, akkor igen, megpróbálom beállítani. A DC-t akarom kikapcsolni. Mert azt mondtátok, hogy úgy sokkal könnyebb driftálni. Na, én itt nem tudok beállítani semmit, látszólag. Tehát azt mondtátok, hogy küldetés közben nem lehet kikapcsolni, tehát akkor nem is a küldetés indításakor kell kikapcsolni. Szóval akkor valószínűleg akkor kell kikapcsolnom, amikor a Corvette-be vagyok. Jézus, Gabcsi! Jó, hát akkor most megint ki kell lépnünk. Na tehát, igen. Szóval ja, ki kell kapcsolnom ezt a traction controlt. Megígértem nektek, hogy legközelebb úgy fogok driftelni, és hát most... Most eljött az idő. Na, beállítások, nehézség, igen, és akkor a kipörgés gátlót ki kell kapcsolni. A kipörgés gátló rendszer oly módon fokozza az abroncsok úttartását, hogy forgató nyomatékot von el a kipörgő kerekektől. Ó, hát a drifthez meg kipörgő kerekek kellenek. Jó kis Forza hétvégén nyomattam én, és megcsináltam az összes út felfedezését, annyit kocsikáztak. Komolyan, azt a rohadt Gabcsi. Akkor gondolom, mentél ilyen nagy köröket is a pálya szélén. Szia, Tibieke! Hey, Ali! Hey! Ezeket miért nem lehet elszkippelni? I only changed the wheel angle and suspension a little. Okay, I changed the suspension a lot. I can't wait to try it. Na, hát igen, én is alig várom. Nekem így sikerül a... Így sikerül a három... Nekem nem fog sikerülni a három csillag, én nem tudom, hogy kell driftálni. Két csillag, 100 000. Hopp. Hát nekem szerintem két csillag nem lesz meg. Majd, hogy három csillag nem lesz meg, de két csillagra talán esélyes vagyok. Driftelésre születni kell. Tessék, jobbra-balra.
stabilizátor is érdemes kikapcsolni. 70 ezer. Mondjuk kéne ragni. Egy 82 000. Kétszáztízezer kell. Á. És amúgy itt vége is lesz. 131 000. Bring it in and let's get you those new tires. You look like you had fun with that. But wow, I'm really gonna need new tires. Yeah, I got a bit carried away. Don't worry about it. I've got loads of spares back at the shop. Így, hogy kikapcsoltuk a kipörgésgátot. Stabilizátort is érdemes kikapcsolni, mert TCR alatt van, nekem úgy jött be. Na, Gret, ha legközelebb lesz driftelés, kipróbálom úgy. A manuális váltót azt már hiperkarma nem ígérem. Meg inkább kanyarokba nagyobb sebességgel érdemes drifteni. Ahogy láttam, nagyobb sebességnél jobban jött a pont. Ha nem indult volna újra a szorzó, akkor közel lett volna. Komolyan? I want from the Bocho. A photograph, so the memories last even longer than a Volkswagen Beetle. I can think of a couple of places. The place where Papa Fernando left it for us to find, or the Baja where he did all his off-road racing. What do you think? Én azt gondolom, hogy oda megyünk, ami közelebb van. Come and meet me. Mivel most már nem kell többet driftálni, ezért visszakapcsoljuk, srácok, a kipörgésgátlót. Automata váltóval nem kipörög a kerék, hanem inkább fejjel vált, azért nem tud csúsztatni szépen. Azért nem tud csúsztatni szépen a kocsit. Aha, aha. Turn right. In 200 meters, turn right. Egyszer majd egyébként szeretném kipróbálni, hogy milyen egy autós játék kormánnyal. Mert én most ugye kontrollerrel nyomom. Szia, Stevie! Szevasz, Levi! Szevasztok, srácok! Jól látom, hogy két szintet léptünk. De csak egyet? Mindenesetre jól jönnek a szintek. Ú, annak a McLarennek jobban örültem volna, mint a ritka fekete deszkás cipőnek. Mert a deszkás cipőnek egyébként pont örülök. De egy kocsi azért látványosabb. Szia, Zsombaj. Tényleg, Tibi, láttad, hogy mi lesz a program csütörtök este? The Hunter Call of the Wild-ozni fogunk, bizony. Forza mindig is jobb lesz kontra, ne ebbe akart megszeretni a kormányzat. Ja, nem is megszeretni akarom, csak szépen kipróbálni, hogy milyen egy autós játékot, akár a Forza, akár a Euro Truck Simulator, mondjuk azt tudom, annyira nem kocsis, de autós. Járgányos. Szóval csak az élményt akarom megélni, átélni.
mit tudom én erre egy Need for Speed-et. Majd egyszer. Jók vagyunk amúgy a felfedezésekkel is. Hozzá, ne is mondzsi. Jó kis Eurotrack szimulátorozás. De jó is volt. Rügdal! Ugye nyugodtan a képet Discordra, Tibi. Hú, akkor még van 4 küldünk. Hát, lassan 10 óra, és kezded a Vice City. Én azt mondom, srácok, még ezeket megcsináljuk így a Vice City-zés előtt. Jó? Rükcsó. Azóta nem volt rajtad baseball sapka. Volt rajtam, csak nem láttátok. De igen, hivatalosan igen, lovacska. Agility wise. So, I built you a challenge course. Want to give it a shot? Definitely. I thought so. Vice City, igen, igen. A Vice City gyakorlatilag. We set up a bunch of ramps and obstacles all around here. Follow your route and get through it as fast as you can. Ez jó volt. Tüköket kell csinálni? Hát, rombolás. Tetszenek a lebegő padok. Most trükkpontokat kell szerezni. Bontó golyó. $30,000. Ez a fa nem bontható ki. Akkor újra kezdjük. A pályán kellene? Itt? Tessék! Itt a pálya. Én a kreatív megoldások híve vagyok. Ne! Tönkrement a szorzó. Két percünk van. Ó, nagyszerű. Lenyűgöző kézifékes drift.
ott a lebegő pad. Csúcs, szuper rombolás. $750,000 a három csillag. Ja, akkor én már ennek is örülni fogom. Kicsit koszos lettem ugye. Bogár hátsója. Tetszik, ahogy látszódik a kocsin az, hogy milyen koszos. Jó, kimegyünk, srácok. Még fél perc. Fél percig itt... Nagyszerű sorozat. Oda néz. Jó. Én meg vagyok elégedve ezzel a teljesítménnyel. Hangya akna. Fantastic. That was quite the show. Hát ez aztán nagy show volt. Majdnem meglett a 250,000, így van, majdnem. This is a great car. Your great granddad would have loved to have seen it, I'm sure. Definitely. A pity we can't show him. Never mind, get out of here. I'll call you soon. Jó. Hívjál akkor majd. Csúcs, szuper trükk, összesen 265. Ó, de jól néz ki a Corvette teste. Sziaszt, Thomason. A bajában ideje menni egy teljes kört, újabb Fotel del Vocho egy másik generáció számára, ezúttal bajában. Ott voltak az ugratok amúgy? Na basszus. Tettok, hogy ott van pálya, meg bóják, meg mit tudom én micsoda, de... Nem voltam annyira figyelmes. Forza Link... Aha, hát... Ezek itt az achievementek. Tudom most már azt mondani, hogy jó-hó. A semmiből kerültek elő. Olyat is tudok mondani. Oké. Okay. 42 achievementből 10 már megvan. De jól néz ki. Érdemes kifullozni 3 csillagra mindet, aha. Hát... Én most csak teljesíteni akarom ezeket. Aztán majd lehet, hogy streamen kívül 3 csillagozom is. De egyelőre kíváncsi vagyok, hogy mit nyújtanak ezek a Horizon-ös sztorik. Ma például csak ezt a bocsósat csináltuk. És úgy néz ki, hogy ma már valószínűleg nem fogunk eliminátorozni. Több mint egy órája játszok a játékkal. Maxolásra kerül a játék? Hát a maxolásra nem is, de a legtöbb Horizon sztorit azt meg szeretném nézni. Na, van még nekünk akkor 3. Hát ez nagyjából akkor egy 20 perc. Tehát 20 percről a Vice City. Original condition, just like when it rolled out of La Fabrica in the 60s. You like it? That's a classic look.
What about the upgrades, though? Don't worry. All the upgrades are safe. We can put them back on anytime. I wanted to take a nice picture of the car. Yeah, jók ezek a sztorik. Ah, yes. Natural habitat of the vulture. Fotózz le a bocsod bajában. Ha minden igaz, akkor itt sincs checkpoint. Streamen kívül nem badáztam, Tibi. Fene gyerek! This was the first beetle in my family, but it wasn't the last. I owned one, Ramiro owned one. Maybe... this sounds stupid, but... maybe we carry the spirit of our Papa Fernando with us, you know? Or maybe it's just a Mexican thing. That's really nice, Alejandra. Probably a Mexican thing too, though. Definitely a Mexican thing. Come on, get the photo already. De ez nem leszek 3 csillag. Akkor itt tényleg nem az úton kellett volna menni. Legrosszabb a home office-ban, hogy nincsen se ingyen kávé, se ingyen víz. Na mondjuk ezt tényleg szívvel csokkent. És ezt mondtad már, hogy még Xboxozni se Xboxozhatsz? Az elején egyből balra kellett volna menni, aha. These desert skies would be perfect. I was thinking the same thing. Jelenleg a drift zónákat maximum elég. Hát... kitartás nekem, azok a driftek, azok így nem mennének. Itt a lilában már egyből lehet fotózni, aha. Fotó challenge. If it was in black and white, it could be Papa Fernando on race day. Me encanta. I want to say muchísimas gracias for everything. We always put Papa Fernando's picture on the ofrenda for Día de los Muertos. This year, I'll have a lot to say to him. Tell him the bocho is in safe hands. It will be. Papa Fernando says the bocho belongs to me now. I can do whatever I want with it, so... oh, I'm giving it to you. Nekünk adja a bocho. Ali, no. Ali. Just promise you'll always bring it back to my garage. Now get out of here. Papa Fernando and I have some ideas to work on. I'll call you. Csúcs szuper drift bükkök. Na. Tessék, 29-es szintűek látunk. Hey, Cabra. Time for biztos, hogy nem. Hát 25 ezer Cristiano Ronaldo, fantasztikus. Mi legyen a következő úti cél? Hát, azt mondjuk megvan. De várjál, akkor megcsináltuk az összeset? Azt nem hiszem amúgy. Megcsináltuk volna az összeset, hiszen még lett volna kettő. Oda megyünk, visszamegyünk. Pedig ott van. Akkor megvan. Hát ezt most annyira nem értem, srácok.
hogy lett meg a kocsi, hogyha nem is csináltuk végig a challenge-ot. Még egy valamit kellett volna csinálnunk. Mondjuk azt se értettem, hogy kaptam meg a bogarat. De akkor ezek szerint valamit benéztem. Ezek szerint valamit csúnyán benéztem. Kemény csapatos. Mit jelent ez a kemény csapatos? Nagyszerű sebesség. Nem pont így akartam bevenni ezt a kanyart. Jó, itt átmegyünk. Majdnem meglett az 5000 XP-s tábla. Na, mondtam én, hogy ezek itt még nincsenek meg, a hegyekben. Te is így szoktál? Gyorsan ugratsz egyet a dombról és már bent is, vagy Gabcsi? Kicsit trükközni kell, hogy ne zúzz le, akar semmit se otthon még. Bár hogyha elég nagy a kerted, akkor nem számít. I took off all the mods and extras, just like the day Papa Fernando bought it in 1963. A hegyekben. Puro bocho original. Still one of the coolest. Ez a ruhához, ami a karakteremen van, menne a deszkás cipő szerintem. Now, let's take it back. Most úgy sincs épp autó a családban? Hát hogy, Gabcsi? De most nem a három csillagra megyünk, srácok, csak megyünk az úton, az csá. Úgyhogy valószínűleg így nem lesz meg a három csillag. Hopp, hopp, hopp. Engem három hete törtek össze, asszony, meg én tekel a sajátját. Az igen, Gabcsi. Törögetitek itt a járgányokat. This was wonderful. Not just all the bocho stunts and races. Connecting with mi familia and Papa Fernando. When we're driving this car, it really feels like he's here with us, no? I'm going to hang his picture right next to the one we take, so he can always watch over me and his. Hát én még mindig mázistának tartom Madrid, hogy több mint 6 éve vezet, és még egyszer se volt semmi komolyabb balesetben. Itt lájkolgat közben. Micsoda? 2 éve vezet? És azóta balesetmentes. Reméljük, így is marad a Gabcsi. Nem az, de dány, üdv mindenkinek, spacok. Amúgy ezt simán meg lehet csinálni három csillagra. Ha egy kicsit jobban odafigyeltem volna, akkor talán még ezen az úton is meg lehet csinálni három csillagra. Jó krúzolást, köszi szépen, de dány. Én nem tudom, hogy hol a fajta. Ott lesz fönt. Tudom, hogy nem kell megtalálni. Na, ez jó. Ott van, ott a fajta, és ott jövök én. Akkor mondjuk így. Jó.
Igen, szeretném menteni. Jaj, nevet kell adni? Az lesz a neve, hogy Forza. Meg akarom osztani? Meg. Igen. Ezt is ki kell próbálni egyszer, srácok. Perfecto. Perfecto. When you took a photo here, it was the end. But for us, it's just the beginning. I want to say muchísimas gracias for everything. We always put Papa Fernando's picture on the ofrenda for the other. Ezt már mondtam. This year, I'll have a lot to say to him. Miért adta nekünk hamarabb oda a bocsot? It will be. Abuela Rosa says her papa would want the bocho to go to a racer just ja, like him. Ja, hogy azt szerették volna egy hozzá hasonló versenyzőhöz so, kerül a bogár. It's yours now. What? De ezt már mondta. No. Just promise you'll always bring it back to my taller. Now get out of here. You have a hall of fame to enter. That should give Papa Fernando and I time to work on more ideas. Vajon a következő küldetésnél is nekünk adja a bogarát? Hegyi szél. Rengeteg Horizon kalandba kezdhetnénk egyébként már bele. De én leragadtam itt a bocsónál. Nagyszerű trükk sorozat. Rombolás, nagyszerű ugratás, ugratás, csúcs szuperugratás, kenguru, talajfogás, kaktuszpüré. Lenyűgöző trükk sorozat. Szeretem, amikor a játék így honorál. Hogy amúgy nem csinálok semmit, de jönnek a pontok. Ez az. Adjad. Adjad a szorzókat. Kaktuszpüré. Oda néz. Új személyes rekord. Lord Fairyt azért majdnem megelőztük. Oda nézzetek. Már ha jól olvastam. Ezt csináltam meg én is, meg összeszedtem a pajtaleleteket. Más nem is csináltam még. A pajtalelet az olyan, mint a bogár akkor ezek szerint. Mármint a bogár is gondolom pajtalelet. A feloldásához érd el a hírességek csarnokát. Hát az itt van, nem? Alright, don't panic, but I think I'm onto something big with this latest car rumor. Start having a sniff around the festival. And keep valahol quiet about it, yeah? Szerintem azt akarja a játék, bár én nem értek hozzám, azt akarja, hogy legyek olyan jó, hogy fönt legyek a hírességek csarnokán, azon a listán. És akkor lesz elérhető ez a küldetés? Kicsit eltörted a játékot ezzel az utazással? Ja. Ja, hogyha nem akadunk bele semmiben, úgyhogy végigmegyünk a sivatagon, akkor rengeteg pontot lehet összeszedni. Na, itt lesz jobbra. A hírességek csarnoka. Turn around when it is safe to do so. A fesztiválokat kell megcsinálni. Ó, oh, okés. Benne vagy a legjobb 35%-ban 10.541.000 játékos közül. Szóval a fesztiválokat kell megcsinálni. A fesztivál...
Fesztivál pedig. Aha. Szóval gondolom a fesztiválok alatt azt érted, hogy pontokat kell szereznem. Alatta. Mire gondolsz, Thomason? Vissza. Ja, Horizon kaland. Ja, hogy a Horizon kaland. Ugye ezeket kell csinálni. Aha. Én a bajába belekezdtem. Igen. Aha, Maxi... Hanger Monik, köszi szépen a 128-as unicornisos cheert. Köszi szépen a támogatásodat ma is. Aha. Horizon Apex will be the ultimate destination. Az aszfalt versenyzők a Horizon Apexre vannak. Vészeld át a vihart a Tulum felé vezető úton. Ah, Horizon Wilds. Földutas versenyek. This is perfect. Szóval én belekezdtem itt a Mexikóba, és a vocsónál leragadtam. Jó. Hoppá, köszi szépen a támogatásodat, Imeron 15. hónapja. Hoppá, hát már ilyen régóta. Nagyon szépen köszönöm. Köszi szépen a 15 hónapot. Srácok, mert regenek azok a bizonyos szegek, illetve Liannak köszi szépen a hype-onat. iPhone-at beindítós 100-as cheer. Köszi, köszi. Na, hát akkor annyit tudok mondani, srácok, hogy legközelebb, ha forzázunk, akkor csináljuk ezeket a fesztiválokat. Mármint a Horizon kalandokat. Megcsináljuk ezt a Goliátosat, aztán nyomjunk Apex-et, Horizon Wilds-ot, befejezzük a baját is, aztán rásolunk. Küzd meg egy megállíthatatlan tehervonattal. És utána pedig utcai versenyek lesznek. Van mit csinálni a játékban. Van mit csinálni, és szépen léptünk szinteket. 5 szintet léptünk most, úgyhogy... Tök szuper, meg 3 kocsit szereztünk meg, itt van valami üzenetközpont. Aha. Aha. A Forza közösségi csapat küldött nekem egy 2018-as Porsche-t. Akkor ez most már van? Ezek szerint ez most már van? Ott van. Miért kaptam egy ilyen kocsit? Srácok, ez micsoda? Our modest fellowship expands. Praise the sub. Aha. 850 ezer Cristiano Ronaldo-t ér ez a kocsi. Ezt miért kaptam? 20 éves az Xbox. Ja, hogy ez amúgy kiderült volna, hogyha... Halo Infinite, Age of Empires 4. Forza, Sea of Thieves, Gears 5. Hoppá, nyomta egy visszapörgetés, de minek? Aha. Wow, tök király! Hát ez nagyon vagány, srácok. Na, pillanat. Okay, Cobra. Head to head disabled. Okay, Cobra. I have enabled head to head for you. Pillanat. Legyen zsé csalisipra csütörtökre. Köszi szépen, Tibi, a 100-asért. Reméljük, hogy lesz pénz csalira. Ez az, ezt kerestem. Oh.
Zsír! Zsír! Srácok, zsír! Menő ez az ingyen kocsi. Menő ez az ingyen kocsi. Hát szerintem így jól zárni egy Forza streamet. Remélem, hogy tetszett nektek ez a kis forzázás, kacok. Én élveztem. Majd még folytatjuk.